Készülnek a sütemények az egyik győri cukrászüzemben. A megrendelések folyamatosak, így minden kézre szükség van itt. Megfelelő szakembert azonban nem egyszerű találni, megtartani pedig még nehezebb, mondta el híradónknak az egyik győri cukrászda vezetője. A végzősök közül kevesen maradnak a szakmában, nem eléggé motiváltak, hogy ezt a nehéz fizikai munkát végezzék, inkább külföldre mennek, külföldi bérekkel nem tudunk mi sajnos versenyezni, illetve aki itt dolgozó szakember, őt pedig nagyon nehéz megtartani. Nagyon nagy a piac, nagy a konkurencia, jobbnál jobb fizetéseket ajánlanak, elcsábítják a munkaerőt, tehát nagyon meg kell becsülni a jó szakembereket. Ebben az üzemben általában 8 órát dolgoznak a szakemberek. A cukrászoknak azonban a vendéglátás többi területéhez hasonlóan a legtöbb helyen sokszor 10-12 órát is dolgoznia kell, minimális összegért, ez pedig sokaknak veszi el a kedvét a szakmától. Az a legnagyobb gond a cukrász szakmával, hogy hétvégén ünnepnapon is dolgozni kell. Nem biztos, hogy 8 óra után véget ér a műszak, hajnali kezdés, késő délutáni munkavégzés, és ez sokakat visszariasztatta, hogy ezt a szakmát folytassák. Abban az esetben, ha az élő munkához kapcsolódó járulékok csökkennének, orvosolható lenne a probléma, mondta Bint Dóra. Akkor tudnánk olyan bérszínvonalat kialakítani a cukrászoknak, hogy szívesen jöjjenek akár 4 órásban is, akinek gyermeke, családja van, 4 órában is megfelelően tudna keresni, és akkor nem lenne szakemberhiány, illetve a fiataloknak a megtartására kellene a hangsúlyt helyezni, jobban odafigyelni arra, hogy a 3 év szakképzés alatt tényleg megszeressék a szakmát, és ne akarják elhagyni, és ne külföldön vagy más területen keressék a megoldást, mint például számítógép mellett ülve 3-4-szer annyit tud keresni, mint kemény fizikai munkával. A statisztikák szerint a cukrászként végzők töredéke maradt csak a szakmában.